Flytrem az egy hibridje a városi vasútnak. A régióban az egyik legnagyobb problémája az itteni nagyvárosoknak, hogy a belső területei a városnak a tömegközlekedéssel együtt fejlődtek, addig a szuburbánus részei a városnak gyakran tömegközlekedés nélkül épültek ki, és erre ad egy jó megoldást szerintem a Flytrem koncepció, ami belső kerületekben a meglévő infrastruktúrát, tehát a villamoshálózatot használja, ami viszonylag jól kiépült ezekben a városokban, a külső kerületekben pedig az olcsón felépíthető és gyors kötélpályarendszert használja. Olyan koncepciót szerettem volna megalkotni, amely figyelembe veszi a kompakt város elméletét, elsősorban a heterogenitásra épít. A dizájnban az egyik legnagyobb kihívás az a maga méreteknek a meghatározása volt. Egy olyan formát kellett használni, ami egyaránt működik, mint egy villamos, ugyanakkor, illetve ott megvan benne az egyensúly, hogy működjen egy kötélpályán is. Egy nagyjából kubus formához kellett ragaszkodni, ami középpontosan szimmetrikus, hogy minél inkább egyensúlyban legyen, amikor a kötélpályán halad ez a jármű. Péterzegdi jelölés egy óriási elismerés számomra, mert önmagában a Red Dot egy nagyon nagy elismerés. Szerintem az egyik legfontosabb üzenete vagy haszna ennek a koncepciónak, hogy másképp tekintsünk a városi közlekedésre, és alapvetően azokat az értékeket vegyük észre magunk körül, amik már megvannak városainkban. Én szerettem volna a meglévő infrastruktúrának a hasznosságát, kényelmességét maximalizálni.